Buzgón készülnek a nyírvévi non-profit Kft. Műhelyében a tavaszi időszakra. A szakemberek új háttámláspadokat készítenek, melyek a jó időbe köszöntével a vármegyeszékhely közterületeit fogják díszíteni. Emellett a tárolásra begyűjtött utcabútorok karbantartását és felújítását is ütemezetten végzik. A nyírvévi non-profit Kft. Dolgozói télen sem tétlenkednek. Itt ebben a műhelyben történnek a köztereken lévő padok és szelencéknek a javítása, új padok, illetve új fémbetétek gyártása a szelencékbe. Nyíregyházan ugye közel 1800 pad és 2200 szelence található, amely a társaságunk kezelésében van. Ezeket folyamatosan próbáljuk cserélni, újítani, illetve javítani. Téli időszak erre alkalmas, hogy ezeket a munkálatokat a kollégák el tudják végezni. Az elkészült padokat a Dózsa György és a Zrínyi Ilona utca környékén találhatják majd meg a városlakók. A hulladékgyűjtő szelencékhez is készülnek az új fémbetétek, melyek segítségével könnyen, hatékonyan és higiénikusan lehet üríteni és tisztán tartani azokat. Ezek a tavaly felújított Zrínyi Ilona utcai sávház előtti területre és több új helyszínre kerülnek majd. A Dózsa György utcai sétáló utcában található hulladékgyűjtő edények bekerülnek bele, és nyilván ez a kollégák, akiknek a feladatuk ezeknek az ürítése, ők csak egyszerűen kiemelik a szelencéből, kiürítik a zsákba, és visszahelyezik, és akkor továbbra is újra használható. A jó idő beköszöntével az összes behozott pad és szelence kikerül a közterületekre. Május környékén pedig a leánderek is elfoglalják méltó helyüket. Az április végi május elejé tervek között a szökőkutak beindítása is szerepel.